Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a napi, heti, vlogmesszerű, nem is tudom milyen videó válogatásos tartalomba. Az az igazság, hogy már ötödjére kezdem el mondani ezt a kis intrót, mert gondoltam, hogy azért így nagyjából elmondom, hogy mire lehet majd számítani ebben a tartalomban, vagy legalábbis mik a tervek, aztán lehet, hogy a legtöbb az kudarcba fullad, vagy túl hosszú lesz, és akkor nem tudom ilyen formában ebben a részben megvalósítani, de a terveim között szerepel, hogy végre valahára megmutassam nektek ezt a pogácsa receptet, amit mutattam nektek Instagramon, illetve a Tündérkert csoportban egy éjszakai felindulásból készült, és így éjfélkor előálltam ott a többieknek ezzel a képpel, és nagyon-nagyon sokan kérték, hogy mutassam meg ilyen videó formájában ezt a variációt. Szerintem az idősebb korosztálynak talán nem lesz újdonság ez a recept, illetve ezek az arányok. Egy viszonylag egyszerű, gyorsan elkészíthető dologról van szó, ahol a hajtogatás, illetve talán a formázás az, ami ilyen szépé és különlegessé fogja úgymond varázsolni. Úgyhogy ezt szeretném nektek rövid határidőn belül, még most néhány órán belül felvenni, illetve van még itthon nekem maradék lemonkördöm, citromkrémem, amiből pedig egy babapiskótás pohárkrémszerű dolgot szeretnék elővarázsolni. Tegnap vásároltam fehér csokit, mascarpone-t, illetve tejszínhabot, és szerintem ezek tökéletesen kiegészítenék egy ilyen réteges, valami finomságban, de pontosan még nem tudom, hogy mivel lehetne kombinálni, vagy mit lehetne még hozzáadni ahhoz, hogy akár egy ünnepi menüként, vagy egy ünnepi menünek így a zárásaként megállja a helyét. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a citromos, meg a savanykás, gyümölcsös dolgok inkább nyáron szoktak ilyen előtérbe kerülni. Talán egy citrom, ami az év bármely szakában megvásárolható, és télen viszonylag többet szoktak az emberek belőle vásárolni, ugye tea miatt, akkor biztosan lehet, hogy sok mindenkinél van otthon, és fog tudni készíteni egy jó kis lemonkördöt. Én említettem nektek egy másik videóban, hogy az enyém az túl híg lett, de be fogok rakni nektek egy receptet, amit Bebe Piskóta oldalán írt le valaki, és azt mondta, hogy neki az nagyon-nagyon bevált, úgyhogy ilyen szempontból tudom nektek javasolni azt a variációt, vagy hogyha van általatok preferált, kedvelt és többször készített citromkrém recept, akkor azt leírhatjátok itt kommentbe, hát ha másnak is tudtok vele segíteni. Úgyhogy egyelőre erre gondoltam, hogy egy sós pogácsa variációt, valamint egy ilyen citromos, lightos kis pohárkrémet lehetne összedobni ebben a vlogmeszes napi-heti tartalomban, attól függően, hogy ez milyen néven fog elétek kikerülni, illetve egy-két ember kérdezte így Instagramon, valamint YouTube kommentben, tényleg csak egy-két ember, nem túl sok, de én magam is terveztem, hogy így nagy vonalakban megmutatnám nektek ezt a bőrápolási rutinomat, ami ugye néhány hónappal ezelőtt egy kicsit így fel lett tuningolva, néhány újdonság is került bele, és gondoltam, hogy akkor összeírok magamnak egy kérdést, felelek ilyen dolgot, ami alapján meg fogok tudni nektek talán néhány érdekes kérdést is válaszolni, olyasmiket, amiket én is szívesen megkérdeznék másoktól, hogyha így a bőrápolásra lennék kíváncsi, és általánosságban szerintem ez ilyen formában hatékonyabban fog tudni működni, mint hogyha csak én így szabad lére engedném a bőrápolási gondolataimat, mert azokat nagyon-nagyon nehezen lehet visszafogni, úgyhogy ha direkt módon csak mondjuk 10 kérdésre válaszolok, akkor gyorsan és frissen le lehet majd zárni azt a tartalmat, viszont hogyha közben lesz nektek bármi észrevételetek, vagy kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor majd kommentben, hogyha felteszitek, arra igyekszem válaszolni. Úgyhogy egyelőre ennyit. Láthatjátok, hogy ilyen extra módon dús a hajam, mert tegnap este megmostam. Ezt nem azért mondtam, hogy most így híreskedjek vele, hanem pont az ellenkezője, mert nem tudok vele mit kezdeni. Gondolkodtam azon, hogy le kellene vágni, az sokkal könnyebb kivasalni vagy formázni. Ezt, hogyha formázni akarja az ember, akkor leszakad a keze, sőt már a lába is, hogy olyan sokáig kell a fürdőszobában ott áldogálni, úgyhogy nem tudok vele egyáltalán mit kezdeni. A fúfrukámat azt leszoktam tudni vágni olyan formára, ami elfogadható. Nem a legszebb, de azért elfogadható. De ezzel a résszel egyáltalán nem tudok semmi izgalmasat, vagy videóban is értékelhető variációt készíteni. Én itthon egyébként a fejem tetejére oda szoktam csomózni, vagy ilyen kis bánt készíteni, viszont általában ez nem vállalható, mert így felvételen kétszer rosszabbul néz ki minden, amit így magamra applikálok, úgyhogy hogyha valamit nem látok olyan csinosnak, szépnek, akkor azt el kell osztani
kettővel, vagy egyel, nem tudom, nem vagyok jó matekból. Na de a lényeg, hogy akkor menjünk, és akkor alkossunk mindenféle finomságot így az ünnepek közelettével, és én egy iszonyatosan cuki, mini pogácsa szaggatót fogok használni, amivel kétszer hosszabb ideig tart minden, de higgyétek el, megéri. Hogyha nincs otthon ilyen mini pogácsa szaggatótok, akkor ilyen feles poharat érdemes hozzá használni, és akkor tényleg nagyon írtó kis mini aranyos pogácsák születhetnek. Na, itt is vagyok a várva várt omlós, vajos, tejfölös pogácsa recepttel, amit nagyon-nagyon szeretek készíteni. Ide a videóra kiírtam a pontos arányokat, hogyha szeretnétek, innen kiírhatjátok, illetve lent a leírásban is meg fogjátok találni, és akkor meg is mutatom, hogy én hogyan szoktam elkészíteni. Alapvetően lehet csak finom liszttel dolgozni, viszont én szeretem, hogyha egy kis rétes liszt is van benne, úgyhogy ilyenkor én nagyjából el szoktam felezni ezt a szükséges lisztmennyiséget, ami a mi esetünkben általánosságban ugye 70 deka, tehát 700 gram. Azért mondom, hogy általánosságban, mert van olyan liszt típus, ami több folyadékot vesz fel, több zsíradékot vesz fel, és van olyan, ami pedig nem. Úgyhogy ezt ki kell tapasztalni, majd látjátok, hogy egy milyen állagú tésztát kell igazából kapni. Hogyha kimértétek a lisztet, ehhez a részhez hozzá lehet adni a másfél ilyen csapott evőkanálnyi sót, vagy két és fél kis kanálnyi sót, attól függően, hogy mit használtok mérésre, illetve a hűtőből kivett 250 g vajat is a liszthez adagolom. Itt láthatjátok, hogy kimértem a szükséges tejfölt, illetve adtam hozzá egy kevés cukrot, és ide raktam a sót, hogy én meg tudjam úgymond kóstolni ezt a részt, hogy mennyire lesz sós az aránya, mert múltkor egy kicsit alul sóztam. Úgyhogy, ha ti tudjátok, mennyit szoktatok nagyjából 700 g-nyi liszthez adni, hogyha bármilyen más sós apró süteményről van szó, adhatjátok a liszthez, de ha ti sem vagytok benne biztosak, rakjátok a tejfölhöz, és ennek a tejfölös résznek azért jóval sósabbnak kell ugye lennie, mint hogyha csak magára a pogácsára gondoltok, de azért egy jó kiindulási alap ahhoz, hogyha esetleg alul sóznátok, és ehhez a részhez, amiben a tojások, a tejföl, a cukor és a só van, hozzáadtam 10 g-nyi száraz élesztőt, azaz egy egész tasakot, ami 7 g, illetve nagyjából a másiknak a felét, és akkor ezt félre lehet rakni, ezután pedig magát a vajat fogjuk a liszttel összemorzsolni, hogy ilyen kisebb darabokban legyen csak benne. Hogyha belemorzsoltuk az élesztőt, jöhet hozzá maga a tejfölös élesztős rész, amint látjátok, ez nincs felfuttatva, nincs meleg helyre rakva, így kell eljárni vele, tehát nem kell megmelegíteni semmilyen részét, és ki kell az egészet szépen gyúrni, ez nagyjából 8-10 perc, majd egy órán keresztül pihentetjük. Nem lesz ilyen mérföldekkel nagyobb a tésztánk, nem kell aggódnotok, mert ez egy nehéz, zsíros, kicsit ilyen tömörebb, hát pogácsa alap, ami sütés közben fog szépen megemelkedni, és most jön az első hajtogatás, vékonyra kinyújtom, felhajtom az alsó részét, felhajtom rá a felső részét, és két oldalt behajtom, de igazából ahogy szeretnétek, majd 30 percig ismét pihentetem, jöhet ismét egy nyújtás, ilyenkor már, mikor megvolt az első hajtogatás, sokkal szebben lehet egy ilyen téglalap alakot kiformázni belőle, és utána sokkal szebb is lesz maga a hajtás, és akkor ismét visszarakjuk a lisztezett tálba, hagyjuk 30 percig, és jöhet az utolsó hajtogatás, amikor is ugyanúgy szépen vékonyra minden oldalát felhajtva elkészítjük magát a formát, és még egy 30 percet pihentetjük, és ezután jöhet maga az utolsó nem túl vékonyra való nyújtás, mert ebből már a pogácsákat fogjuk kiszaggatni, tehát azért egy ilyen centi, 1,2 centi vastagságot hagyjatok, és én beszoktam így késsel vagdosni, irdalni a tetejét, hogy amikor megsül, akkor ilyen szép rácsos legyen a teteje, és akkor itt jön képbe ugye a mini pogácsa szaggató, amivel egy örökké valóságig tart ennyi pogácsát elkészíteni, de hát ugye ez az ára annak, hogy apró, mini, omlós, finom falatok készüljenek, úgyhogy ha nektek ez így nem tetszik, és nagyon időigényes, akkor lehet egyel-kettővel nagyobb pogácsa szaggatót is használni, érdemes minden vágás előtt belemártani a lisztbe, a maradékot nagyon gyengéden összegyúrni, nem sok lisztet hozzá adagolni, és ezt a részt is ugyanúgy ki lehet még szaggatni, egy kicsit ilyen rétegesebben, érdekesebben fog megsülni, de pont ugyanolyan tökéletes lesz ízében, állagában, csak a formája lesz egy kicsit másabb, és az utolsó kis részt, mert nem félt volna máshogy bele, hát így felcsavartam, ennek a darabnak amúgy több idő kell, tehát
érdemesebb külön sütni, vagy hasonló vastagságúra hagyni, mint mondjuk a pogácsák, vagy pedig, mint én, sütés után őt még bent hagyni egy 5 percig, és a tetejére én egy tojást pici tejjel felkevertem, hogy könnyebben lehessen ezeken a mini darabokon eloszlatni a tojásos lét, mert hogyha nagyon-nagyon sűrű, akkor nem igazán lehet kenegetni, mert nagyon könnyűek és felborulnak, és azután jöhet a sütés, itt látjátok, hogy milyen szépen megemelkednek. Én egy ilyen 190 fokon légkeveréses fokozaton nagyjából 18-20 percig készítettem ezeket a mini változatokat. Hogyha sokkal nagyobb átmérőjű, akkor ott azért kisebb hőmérséklet is, több idő kell nekik. Na, összeszedtem a kérdéseket, illetve behoztam azokat a termékeket, amiket nagyon gyorsan szeretnék nektek megmutatni, úgyhogy először is indítani fogunk egy 10 perces timert, mert időlimitben vagyunk, nem maradhatunk végtelenségig ebben a szobában, mivel hogy valaki más is szeretne itt megbeszélni, úgyhogy állítsunk egy 9 percet, és majd, hogyha csipogni fog, akkor tudni fogjuk, hogy ezt be kell szépen gyorsan fejezni, úgyhogy ez elindítva, és akkor bele is lehet menni az összeírt kérdésekbe, amiket egy ilyen kis notepadba beleírogattam. Tehát kezdjük is gyorsan az elején, hogy meghatározzuk, hogy milyen bőrtípusom van, mert hápogy innen indul mindenkinek egy bőrápolási rutinjának az elkészítése, tehát hogy tisztában vagytok azzal, hogy milyen bőrre, milyen termékeket szeretnétek használni. Általánosságban vannak mindenféle ilyen praktikák, amikkel úgy nagyjából be lehet határozni, hogy kinek milyen bőre van, mondjuk én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert egy teljesen normál, maximum egy icipici vízhiányos bőrrel rendelkezem, aminek, hát úgymond a szinten tartása, illetve az ápolása nagyon-nagyon könnyű, úgyhogy ez csak így a kérdések előtti kis fontos információ, és akkor térjünk rá az első kérdésre, ami nem más, mint hogy mivel tisztítasz. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, jelenleg a Geek & Gorgeous-nek a Vanovan termék családjából származó Jelly Joker nevű terméket használom, ami egy gyengéd zselés állagú arctisztító, nem csipegeti az embernek a szemét, nagyon-nagyon gyengéd és nagyon jó a textúrája, nem habzik fel, egy ilyen kellemes géles állaga van, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani, épp az előbb néztem meg, mert ebben már alig van, és épp akciós, 2300 forint körül van, 150 milli, én néhány hónappal ezelőtt vettem, nem csak egyedül használom itthon, úgyhogy én biztosan fogok még ma rendelni belőle, mert ez szerintem nagyon-nagyon király, úgyhogy ezt tudom mindenkinek ajánlani, úgyhogy jelenleg ezt használom. A következő kérdés, kell-e tonikot használni? És ez onnan jött fel, ugye, hogy régen megvolt ez a szent háromság, hogy tisztítás, tonizálás, illetve hidratálás, és a régi típusú ilyen alkoholos, szárító hatású tonikokat senki nem javasolja. Helyettük ugye megjelentek az úgynevezett, hát tonik, de toner néven fogjátok szerintem leginkább hallani, amik hasonló funkciót látnak el, és nekem jelenleg három különböző, hát ilyen tónerem van, amiket nagyon-nagyon szeretek használni, ez három különböző árkategóriájú. Van itt a baleás, amiben nincs semmi felesleges, kellemetlen összetevő, ez nagyjából 700 forint, ultraszenzitív, arra való, hogy a tisztítás után helyreállítsa az embernek a bőrének a pH-ját, és utána sokkal jobban tudnak elvileg beszívódni a különböző hatóanyagok. Ez egy olcsó, kipróbálhatjátok, ilyen nagy világmegváltást nem fogtok tőle tapasztalni. Aztán a következő árkategóriájú termék az én személyes nagy kedvencem, mégpedig szintén a Geek & Gorgeous-nek a Vanovan termék családjából származó Liquid Hydration vagy Hydrotation elnevezésű 5%-os pantenolt tartalmazó ilyen hidratáló hatású tonerje, ami, hogyha minden igaz, akkor 110 milli, jelenleg ez is akciós, 1700 forint, iszonyatosan kellemesen puhává varázsolja az ember bőrét, tehát megtisztítjátok magatokat ezzel, tenyeretekbe bele csapkodtok egy keveset ebből, és akkor szépen így beütögetitek, és érezhetően jó kis puha lesz tőle a bőrötök, de nem egy világmegváltó termék, tehát kötelező jelleggel azért véletlenül sem ajánlanám. És akkor itt van egy másik, ez volt szerintem talán a legdrágább, viszont annyira nem dobtam el tőle az agyamat, ez egy aloe vera BHA-val ellátott ilyen minimálisan hámlasztó hatású kis tóner, szeretem, de ezt azért annyira nem javasolnám senkinek, hogy minden áron vásárolja meg. A harmadik kérdés, és egyben kintről hallhatjátok ezt a
brum-brum-brumos különböző szerszámoknak a hangját, és visszatérve a harmadik kérdésre, mennyi szérumot használhatok? Hát igazából amennyit a bőröd elbír, tehát valószínűleg 25 szérumot nem fogsz tudni magadra applikálni, hogy az hatékonyan beszívódjon és egyáltalán kellemes legyen a bőrödnek. Hát én nagyjából 2-3 különböző szérumot szoktam ugye az arcomra rakni, ebben lehet egy olyan, ami hidratál, lehet benne egy retinol, illetve még egy ilyen peptideset szoktam még így összekombinálni, de egyébként lehet úgy, hogy a héten mondjuk 2-3 különbözőt is így váltogattok, tehát nem minden nap kell ugyanazokat felrakni. Mire mi kerüljön? Ugye ez a negyedik kérdés, amit még nagyon sokan szoktak megkérdezni, hogy miután hogyan kell ezeket felpakolni. Hát igazából berakok majd alulra egy linket, ami alapján kicsit el fogtok tudni igazodni, de a lényeg, hogy vannak ugye a vizesebb alapú, könnyen felszívódó termékek, azokat használjuk először, utána pedig egyre nehezebb, olajosabb, zsírosabb termékeket fogunk tudni egymásra pakolgatni. Tehát, hogyha fogom magamat, megtisztítom a bőrömet, utána jöhet egy hámlasztó vagy egy tonik, utána a vizes alapú ilyen kis hidratáló szérumokat, utána jöhet egy buffet, ami szintén egy ilyen vizesebb, gélesebb állagú, utána jön egy retinol vagy egy retinál, és akkor egy zsírosabb krémmel, olajjal lehet zárni. És akkor a következő kérdés, tényleg kell minden nap fényvédőzni? Hát igen, javasolt mindenkinek, még akkor is, hogyha nem valami exkluzív, szuper összetett bőrápolási rutinja van, és csak mondjuk tisztít, és tonizál, és hidratál, és fényvéd, az is már egy óriási nagy lépés. Nekem jelenleg 3 különböző fényvédőm van, egyiket sem szeretem, olyan szempontból, hogy nem tudom nektek tiszta szívből egyiket sem ajánlani. Van itt egy az Aldiban vett 30-as Ultra Sensitive Sun Cream, ezt használom igazából a legtöbbet, de ha belemegy az ember szemébe, akkor attól búcsút inthet. Itt van ez a Purito, amiről most kiderült, hogy igazából nem is 50-es a fényvédője, hanem csak 19-es, úgyhogy erről ne is beszéljünk. És az évekig használt nagy-nagy kedvencem a Biodermás Photoderm Lab, ami viszont fehéres réteget hagy, na mindegy, úgyhogy ezeket szoktam össze-vissza kenegetni. Retinolt miért este használunk? Azért, mert fényre bomlik, és nem lenne olyan hatékony, hogyha nappal is kenegetnénk, úgyhogy este tökéletesen van neki ideje szépen hatékonyan dolgozni az ember bőrében, illetve másnap azért így is úgy is használni kell mellette fényvédőt. Hetedik kérdés, retinol és hámlasztó mehet együtt? Hát ha bírja a bőrötök, akkor természetesen mehet. Én este szoktam retinolozni, nappal pedig szoktam hámlasztózni, de lehet este hámlasztózni és retinolozni is igazából, hogyha nektek az jobban tetszik. Nyolcadik kérdés, milyen krémet használsz? Hát ezzel sem vagyok maradéktalanul elégedett, ezt a változatot az Ordinary-től szoktam alkalmazni, hát egy 4-5 alkalommal biztosan újra vettem, egy kicsit hajos, azzal ne foglalkozzatok, és hogyha hűvösebbre vált az idő, akkor pedig szoktam hozzá valamilyen olajat kombinálni, amit úgy látom nem hoztam be, de igazából meglesztek nélküle, szóval ezt a változatot olcsó, egyszerű, könnyen beszerezhető, hogyha a magyar oldalakon kívül tovább léptek, akkor a külföldi, sőt ugye a Deszimnek vagy Deszteimnek a saját eredeti oldalán tök olcsón hozzá lehet jutni, és akkor a következő, a 9. mennyi az a max összeg, amit egy termékért kifizetnél? Hát szerintem, hogyha valami exkluzív, csúcs, szuper szérum, vagy ilyen fényvédő, vagy esetleg valami art krém, ami a hidratáláson kívül valami mást is tud, azért mondjuk maximálisan 20.000 forintot hajlandó lennék adni. Itt egy termékem sincs drágább 10.000 forintnál, de hogyha úgy adódna, hogy valami hú, tényleg valami világ megváltó termék lenne, akkor annyit hajlandó lennék. És a következő, mi a legkedveltebb terméked? És igazság szerint a legkedveltebb termékem az így a hámlasztó termék család lenne. Azon belül is jelenleg ez a Geek & Gorgeous Smooth Out 12%-os aha savas, meg ilyen kaktusz likvides kis termékecske, amit egyszerűen tényleg nagyon-nagyon imádok. Régóta használom, de szerintem a fele még mindig megvan benne. Ez az az egyik olyan termék, ami mellett elég látványosan lehet érezni, hogy valamit csinál, és talán ez volt az a legnagyobb mérföldkő, amit amikor megléptem, éreztem, hogy a bőröm nagyon-nagyon örül neki. Többféle hámlasztót is találhattok a piacon, hogy ilyen kémiai hámlasztókat, fizikait azért arcon nem használunk, nem
dörzsöljük le róla a rajta lévő ilyen bőrdarabkákat, hanem kíméletesen ezekkel nagyon szépen el lehet távolítani az elhalt hámsejteket, és akkor ilyen egységesebb, frissebb, szebb, ilyen kis simult arcbőrt lehet már néhány alkalom után is eredményül kapni, illetve amit még ide sorolnék, viszont még egy percünk van. Szóval, amit még ide sorolnék, az nem más, mint a retinol. Ezen belül is most a Geek & Gorgeous-nek a 0,05%-os retinál változatát használom. A-game névre hallgat, vagy A-game, attól függ, hogy A-game, A-játék, ki hogyan akarja ezt mondani. És néhány hete jelentek meg az egyel erősebb nagy testvérével, ami 0,1%-os, vagy valami ehhez hasonló százalékkal bíró retinál készítmény. És azt hiszem 6000 forint alatt van, ez pedig 4000 forint alatt valamennyivel, ebben már csak egy-két pumpálásnyi van, úgyhogy valószínűleg azt is meg fogom majd valamikor venni, de ugye nemrég vásároltam egy másik ilyen szkvalámban lévő retinolos terméket az Ordinary kínálatából, mert akció volt még így novemberben az oldalukon, úgyhogy most arra nem fogok áldozni, viszont én személy szerint nagyon szeretem a retinolos, retinálos, retinoidos készítményeket, és a Geek & Gorgeous az egyik kedvenc márkám, egyrészt magyar, mindenkinek tudom javasolni, SkinSmart oldalon megtaláltok róluk mindent, illetve a SkinSmart oldalon rengeteg hasznos, fontos információt magyarul szintén meg fogtok találni. A Krémmániát is nagyon-nagyon szeretem olvasgatni, ott is azért elég jó infókra lehet igazából szert tenni. Úgyhogy ennyi lett volna 10 percben az én bőrápolási kérdez felelekem, nem más által, mint a híres neves Ritusrác által összeírt kérdés sorozatból. Remélem, hogy így tudtatok bármi jó kis infót begyűjteni. Hát ide hoztam minden mást is, úgyhogy ezekről nem volt időm igazából nyilatkozni, majd talán egy másik alkalommal erre is sort kerítünk, de szerintem így első körben ennyi info bőven elegendő, illetve van nekem itt egy új kis csomagolású termékem, nem szoktam túl gyakran ilyen sheet maszkokat használni. Fátyol maszkokat használni. Ez egy ilyen baleás újdonság, 5%-os pantenolla, tehát egy hidratáló változat. Okos szépségnél láttam, utána mindenki más is megbolondult és bevásárolt belőle jó néhány darabot, úgyhogy ma este ezt fogjuk kipróbálni. Úgyhogy egyelőre ennyit, mert lassan ki leszek rugdosva a szobából, és akkor lehet menni kifelé elkészíteni a papapiskótás témát, illetve ha minden igaz, akkor ma még a zöldséges ládát is át kell venni, úgyhogy lehet ezt is megmutatom nektek, és köszönöm szépen a figyelmet, Ritusrác, a bőrápoló asszonyság kilép. Na, itt vannak a mini pogik, amiket megpróbáltam lefotózni. Amúgy bocsi, mert ez a kamera, illetve a rajta lévő objektív az nincs kistabilizálva, úgyhogy konkrétan nem lehet megmozdulni, mert különben az egész felvétel ilyen wubili-wubili lesz, úgyhogy így néznek ki a mini pogikák, és nagyon-nagyon finom lett. Emeltem egyébként a vajnak a mennyiségét, tehát az eredeti múltkori recepthez képest ez sokkal omlósabb, amúgy is pont ilyet szerettem volna elérni, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. És ahogy említettem, idehoztam mindent, egyelőre, ami kelleni fog ehhez a citromos, hát babapiskótás sütikéhez, vagy desszerthez. Úgyhogy első körben ezt fogjuk így összemelengetni, a fehér csokoládét, illetve a tejszín. Úgyhogy ezt mindjárt megteszem, utána az mehet be a hűtőbe. Ez pedig, amit itt láttok, amire ha sikerül fókuszálnia, az nem más, mint maga a lemon curd, ami hát most már azért egy viszonylagos sűrűbb formát tudott magára ölteni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz összességében ez a desszertke, úgyhogy ezt összetörögetem, ezt felforralom, és akkor ráöntöm, mehet be a hűtőbe egy ilyen sekély tálkába, hogy minél hamarabb kihűljön, vagy estére esetleg fogyasztható állapotba kerüljön.
Na, sikerült hazaérni, és gondoltam, hogy akkor nagyon-nagyon gyorsan megmutatom nektek, hogy mi van a mostani zöldségládában. Hogyha halljátok a háttérben a sütőt, az azért van, mert vettem egy ilyen félkész, Aldiban kapható, hát bagettnak nevezett ilyen mini kifli zsemleszerű képződmény, és éppen kisültek, úgyhogy majd megmutatom nektek azt is, nem tudom egyébként jó lesz-e, hogyha igen, akkor majd próbáljátok ki, ha nem, akkor pedig kerüljétek el messzire. Először is van itt egy kisebb csomag rukkola, valamint két jó nagy adag saláta, majd ezeket át kell mosnom, és egy ilyen zárható tasakba belerakni, hogy utána könnyedén egyszerűen fogyasztható legyen, így ilyen formában elég nagy helyet foglalnak. És amint látjátok, jó sok adag káposzta van benne, és nem tudom, látjátok-e, de közben Linky próbálja leboxolni az asztal tetejéről a salátát, de feladta. Úgyhogy itt vannak ezek a káposzták, amiket ilyen formában, ilyen mennyiségben valószínűleg mi nem fogyasztunk, úgyhogy majd a családba megkérdezem, hogy kinek van még rá szüksége, vagy pedig készítek belőle valamit, még őszintén nem tudom mit. Úgyhogy igen, káposztából az most van bőven, illetve van itt egy kisebb sütőtök, amit szerintem rögtön meg is mosok, és be is dobok a sütőbe, mert Somu nagyon-nagyon szereti, és a leírásban benne volt, hogy minél erőbb próbáljuk el elhasználni, nehogy tönkre menjen. Van itt fekete retek, ebből is néhány darab, illetve van még itt pórihagyma, van benne zellergumó, benne van az a burgonya, szerintem az a fajta legalábbis, amit amúgy nagyon-nagyon szeretek. Van itt csicsóka a tetején, hát nem az életem kedvenc zöldsége a csicsóka, de azért majd próbálok valami jó kis receptet találni hozzá. Igazából az állagával vannak nekem problémáim, nem az ízével. És van még itt jó néhány vörös hagyma, nagyon szépen néznek ki egyébként, és itt a sarokban láthatjátok a répa adagot, a répa szállítmány, ebből is egy, hát minimum egy kiló biztosan itt van, úgyhogy meglehetősen gazdagra sikeredett ez az első téli szezonos láda. Ugye most két hetente lesz ezentúl, egészen márciusig, mi feliratkoztunk a téli változatra is, hogyha valaki nem szeretne, és mondjuk náluk szokott ilyen zöldséges ládát beszerezni, akkor akár csak a tavaszi-nyári szezont is lehet úgymond választani. Mi kíváncsiak voltunk erre, és úgyhogy ezt is kipróbáltuk. Úgyhogy így néz neki az első, és a következő pedig majd két hét múlva fog érkezni, akkor kell érte menni. Úgyhogy ezeket szépen előkészítem, amit tudok, hogy hova kell rakni, azt szépen odapakolom, amit meg kell sütni, azt megsütöm, amit meg kell tisztítani, azt pedig majd megtisztítom. Úgyhogy ezzel van még egy kis dolgom, de egyébként nem szokott olyan vészesen sokáig tartani, úgyhogy ez lett volna a mostani ládában, és akkor mindjárt neki is kezdek. Jó reggelt, sziasztok! Hát tegnap este nem sikerült befejeznem ezt a citromos, hát ilyen pohárkrém-szerű dolgot, úgyhogy most gondoltam, hát így viszonylag kora reggel majd szépen összedobjuk. Úgyhogy ennek a résznek, ennek a tejszínes fehér csokis finomságnak volt bőven ideje lehűlni. Ide raktam egy ilyen mixer tálat, amiben bele fogom rakni az összes mindenséget, ami kell a krémhez. Hát azért nem egy bonyolult dolog, tehát ez egy 2 deci tejszín, fehér csoki, ami 100 g összemelegítve, illetve itt van egy 250 g-os, ha minden igaz, mascarpone, és ezek fognak belekerülni. Én nem fogok sem vaníliát, sem cukrot, semmit hozzáadni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon semleges ilyen sajtkrém jellegű dolog lesz. Hogyha gondoljátok, akkor a citromkrémből lehet egy picit hozzárakni, és akkor az is ilyen savanykásabbra fog húzni, de szerintem így is jó lesz. Itt hátul pedig láthatjátok a poharaimat, amik mind-mind ilyen, hát turiból jöttek, ilyen csetreszes turiból, úgyhogy nem igazán tudok rájuk lelőhelyet adni. Vannak itt ilyen vastagabb ajú, illetve ilyen kis, nem is tudom, szerintem desszertes pohár lesz a másik is, a másik meg mondjuk fagyike hely. És akkor itt van a babapiskóta, amit ugye majd rétegezni fogunk, dekoráláshoz pedig majd a habból, citromhéjból, illetve majd betöltött citromos, hát ilyen makaronokból szeretnék használni. Úgyhogy egyelőre ez a tervem, mindjárt kihabosítom, és akkor össze is lehet rakni az egészet. Mindent beleraktam egyszerre a keverőbe, tehát most nem kezdtem el a tejszínt a fehér csokival kihabosítani, hanem így hidegen, ahogy kikerültek a hűtőből, mehetnek is majd ide a kis mixernek a
tartó részében, hogyha minden igaz, és ezt mindjárt be kell dugni, és utána lehet is keverni. Készen vagyok a krémmel, hát nem tartott másfél percig. Egy viszonylag sűrű, formáját jól tartó krémet kell belőle kapni. Túl sokáig ne keverjétek, mert képes becsomósodni. És akkor itt van a kezemben két különböző véggel ellátott, újrahasznosított ilyen makaronok után megmaradt habzsák, amit egyébként tényleg nagyon-nagyon sokszor lehet újra használni. Én már nem is tudom hányszor felhasználtam egy-egy darabot. És az egyiken egy ilyen, hát nem tudom ezeknek a pontos megnevezését, de egy ilyen csillagszerű vég van, a másikon pedig a 10 centis vagy 11 centis átmérőjű szimpla egyszerű kör, amivel a krémet fogom betölteni. Tehát ebbe a csillagosba majd csak egy ilyen minimális mennyiségű habot fogok rakni a dekoráláshoz, és utána lehet egyszerűen szépen rétegezni. Azért használok a rétegezéshez és a dekoráláshoz is habzsákot, mert sokkal szebb lesz igazából a végeredmény, és egy-egy ilyen csővég mondjuk 500-600 forint itt Szegeden a cukrász diszkontban, de hogyha ilyen külföldi oldalakról, nagy szettekben, vagy akár önmagukban is rendelitek, akkor ilyen filléres tétel, de ezek egy ilyen elvileg jobb minőségű változatok, nem igazán értek hozzájuk, de amúgy nagyon szeretem őket használni. Én úgy szoktam betölteni a habzsákokat, hogy fogok egy tálat, egy poharat, és akkor mondjuk fogjuk először ezt, amelyikkel dekorálni akarunk. Egyszerűen belehelyezem, és mivel említettem, azért nem akarok túl sokat, így ezzel a mennyiséggel megelégszünk a dekoráláshoz. Ezzel készen vagyunk, hogyha van kedvünk, akkor már most nem folyik ki belőle, be lehet rakni a hűtőbe, hogyha nagyon lassan haladnánk, és akkor nem melegszik fel semennyire. De most én ide fejre rakom, és akkor a maradékot pedig ebbe a sima csövűbe belepakolom. We're stuck in between, life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, nah. This is what it feels like. But you're not alone, 'cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we Na, a rétegzés közben elfogyott a krém, úgyhogy csak ennek a kettőnek jutott a tetejére. A másik kettő szomorúan ott pihenget, majd arra mindjárt készítek hát egy nagyon-nagyon hasonló változatot, hogy azért legalább be tudjam fejezni. Na mindegy, úgyhogy ez így alakult, végül is nem életem sütemény műalkotása. És akkor itt vannak a makaronhéjak, amik amúgy nincsenek betöltve, szóval erre is majd kigondolok valami betöltési ötletet, és akkor meg lehet majd valahogy dekorálni ennek a kis pohár desszertnek a tetején. Természetesen ez nem egy ilyen létszükséglet, csak hát gondoltam, hát ha fel fogja dobni, meg amúgy is itt vannak nekem ezek a héjacskák, és akkor az így passzolna hozzá alapvetően a kis sárga színével. Úgyhogy egyelőre így állok, ezeket szépen bepakolom a hűtőbe, hogy tudjanak pihenni. Ugye én a babapiskótákat nem áztattam be, tehát sem tejben, sem semmilyen más folyadékba, úgyhogy ennek biztosan kell egy hosszabb idő, még azok is átpuhulnak, és nem ropogósak lesznek benne, és akkor, hogyha végül is elkészült, akkor megmutatom nektek a végeredményt, és hát elmondom, hogy egyáltalán jó lett-e, és finom lett-e. Az a rajta lévő fehér krém amúgy nagyon finom, ezt szeretem, ezt nektek is tudom javasolni, akármilyen torta, vagy valami muffin, meg ehhez hasonló piskótáknak a tetejére szerintem tök fini, úgyhogy egyelőre ennyit, és akkor majd még jelentkezem, hogy hogyan sikerült őket befejezni. Na, megmutatom nektek, kikevertem egy újabb adagot, és ebben most nincs fehér csoki, ugyanúgy 250 g mascarpone, 2 deci hideg tejszín, nagyjából 2 evőkanál porcukor, illetve van benne egy kevés vanília aroma, valamint raktam hozzá egy ilyen habstabilizálót, habfix, vagy nem tudom, ide van rakva.
egy habfixálót, és akkor ide, ismét ide van rakva ez a zsákocska, amit be fogok tölteni, és akkor fel fogom használni a sima csővégűt is, hogy néhány makaront is betöltsek. Ez egyébként nem a legtökéletesebb makaron töltő krém, mert egy picit nedves, tehát ugye a habtejszín az kicsit magasabb benne, viszont azért a mascarpone zsíros része ellensúlyozni fogja, tehát nem fogja nagyon eláztatni. Úgyhogy egyelőre így állok, hogy ez izgalmasabb legyen, azt hiszem van még a hűtőben egy ilyen tasakban lemonkörd, és akkor lehet, hogy a közepébe fogok egy-egyet pöttyinteni, és akkor izgalmasabb lesz maga a makaronom is. És mivel ez egy nagy mennyiség, így az összeset valószínűleg fogom tölteni, és akkor mintegy desszert az is tökéletes lesz, úgyhogy hogy igen, ha nincs kedvetek úgy készíteni ezt a desszertet, hogy egy éjszakán át a tejszínes fehér csokit pihentetitek, akkor ilyen formában is egy teljesen jó, szilárd, szépen nyomható krémet fogtok kapni. Régen mindig ezt használtam, manapság ezt a fehér csokisat. Úgyhogy bocsika, itt egy kicsit rumli van, de hát ez így szokott általában menni, hogyha valamivel kísérletezek, nézegetem, valami elfogy, valamiből csak egy pöttyintésnyi jut a tetejére, hát na mindegy, értitek, úgyhogy mindjárt befejezem ezeket, és akkor megmutatom nektek, hogy összességében hogyan is mutat ez a kis citromkrémes desszertecske. Na, végül is elkészítettem itt ezt a fotós részt, illetve hát készen vannak maguk a desszertek is. Hát nem életem kedvenc koncepciója, annyira nem vagyok elégedett, az agyamban sokkal jobbnak néztek ki, de igazából az a lényeg, hogy ilyen formában a maradék lemonkördöt fel tudtam használni, a benne lévő fehér csoki is, hát ilyen tejszínes krém az nagyon-nagyon finom, úgyhogy nektek is tudom javasolni, illetve hát betöltöttem a kis makaronokat is, ugye itt volt közötte néhány, ami azért jóval barnább, mint a többi. Ezek egy picit hát megpirultak, megsültek, de hát így most legalább azok is meg vannak csinálva, a hűtőben pihennek, és ma este vagy holnap már ehetőek is lesznek, és ezeket a pohár desszerteket, krémeket is szintén bepakolom a hűtőbe, és akkor igazából ezzel is megvagyok. Bízom benne, hogy tetszett nektek a receptötlet, illetve hogy ti is kipróbáljátok, úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, és hát köszönöm szépen a figyelmet, és közben Lunuszka szépen táplálkozik, de úgy látom, hogy valamitől megijedt, nem tudom szegénykével mi történt. Na de mindegy, úgyhogy ennyit akartam, úgyhogy sziasztok!